Zalavártól nyugatra a Zala ártér Récéskút szigetén található a Récéskuti Bazilika, ami egy 9. századi templom romja. Mellette Zalaszabar irányában található a Zalavár sziget. A település és az apátság történelme a honfoglalás előtti időkig nyúlik vissza. A magyarok elődeinek tekintett harcias avarokat a frankok a 8. század végén elűzték a Dunántúról, nyomukban a jámborabb szlávok rendezték be birtokukat a Zala mocsaras vidékének szigetein. Németh Lajos, keleti frank király az alsó Zala-völgyben hűbér birtokot ad a Moimir morva fejedelem által elűzött keresztény Privinának, aki székhelyét itt hozza létre, és a 871-ben Salzburgban írodott Conversio Bagvariorium et Carantanorum szerint az érsekség missziós területének számító Dunántúlon 847-ben felépítette Mozaburgot. Mozaburg egyházi központként működött. Az erődítmény Mária templomát 850-ben szentelte fel Liubprám, salzburgi érsek, és ettől északra egy fatemplomot hozott létre a pogány lakosság megkeresztelésére. Privina 850-re felépíti magántemplomát Szűz Mária tiszteletére, majd 855-re felépül a salzburgi érsekség támogatásával a háromhajós, folyosókriptás Hadrianus mártírnak szentelt zarándok temploma, melynek szentélyében kőből épített sírboltban temették el Hadrianus mártír mumifikálódott testét. Erre az időre Privina székhelye városias jellegű helyé fejlődött. Ezt követően még két templom épült a Zalavár térségében Szent Adorján mártír erekjéinek őrzésére és keresztelő Szent János tiszteletére. Ez utóbbiak egyike a Récéskuti Bazilika elődje. 861-től Privina halála után fia Kocel lett Mozaburg ura, aki szintén a salzburgi érsekség befolyása alatt folytatta apja templomépítő tevékenységét. A 860-as évek végén Konstantin Cirill és Metod, a szlávok apostolai hosszú hónapokig itt tartózkodnak, és több éven keresztül Mozaburg lesz Metod pannoniai érsekségének központja. A Récéskuti Bazilika alapfalai alatt egy, a 852-53 körül épült, leégett szláv telep maradványai húzódnak, és 870-ben már fölszentelt templomról tudunk. A 880-as évektől Arnulf keleti frank császár egyik kedvelt tartózkodási helye, aki itt építette ki pannoniai székhelyét. Többször állított ki oklevelet, és a legutolsóban 890-ben már királyi városnak nevezte. Fennhatósága alatt állt a Dunántúl és Burgerland területe, délre pedig a Ptuig terjedő vidék. A paloták mellett a kézműves mesterek is a térség fejlett kultúráját bizonyítják. Itt öntötték például a karolinkor eddig ismert legnagyobb, mint egy 70 cm-es átmérőjű harangját. Megtalálták a harang öntőformáját. 896-ban a közeledő magyarokkal szemben Mozaburg védelmét hűbéresére Plaszrabra bízta. 907-ben a bajorok itt, Brezalauspurnál szenvedtek döntő vereséget a magyaroktól. A régészek feltáráskor igen izgalmas leletre bukkantak, emberi csigolyába fúródott magyar nyílhegyre. Megérkeznek a honfoglaló magyarok. Mozaburg elesett, és a következő 100 évben csupán leégett rom. A 11. század elején Zalavár újjáéled. Az államalapító Szent István király ezt a helyet jelölte ki a királyi vármegye központjául, és 1017-ben a bencés rend részére megalapította az apátságot, amit 1019-ben felszenteltek Szent Adorján tiszteletére. A Várszigeten talált épületeket a bencés rendnek adományozta. 1024-ig Péter volt az apátja. Tőle északra felépül Zala vármegye első ispánsági központja, egy palánkfalu erődítés, majd a század közepére felépül a Récéskuti Bazilika is, amely téglalap alaprajzú háromhajós templom, a hajók keleti végein egy-egy félköríves szentélyen. A templom főbejárata a nyugati oldalon volt, de mindkét mellékhajóját meg lehetett közelíteni egy-egy oldalbelejáraton is. Nyugati vége karzattal és lépcsőtoronnyal tagolt.
A 11. század végén a monostort és templomát is átépítik, és az ispánsági központ egy lakótoronnyal és egy templommal, a mai Szent István kápolnával bővül. 1091-ben István nevű apátjáról hallunk. A 13. század második felében a zalavári apátság hiteles helyé válik, és a világi közigazgatás elköltözik. Mintegy 1500 oklevelet állítottak ki, és pecsétje, ami kör alakú, és Szent Adorján vértanú álló alakját ábrázolja, 1568-ig nem változott. Körirata, Conventus C. Adriani de Zala. A Szent István kápolnát ezután nem használják. A körülötte lévő temetőben 700 sírt találtak. 1301-től 1314-ig Benedek és 1316-tól 1325-ig Lőrinc apátjáról hallunk. A 14. században a zalavári apátok azon mesterkedtek, hogy minél több zalai falu tizedét megszerezzék. Ennek érdekében oklevelet hamisítottak. A hamis okleveleket a kapornaki és somogyvári konverteknél sikerült átiratniuk, és hitelességük látszatát kelteniük. Báncsa István esztergomi érsek nevében is fogalmaztak meg levelet 1252-re és 1256-ra keltezve, amely szerint az esztergomi egyházmegye zsinatán az apátság 10 falujának ott megjelent plébánosai személyesen tanúskodtak arról, hogy ők és elődeik mindig az alavári apátnak tartoztak engedelmességgel a szent királyok rendelkezései szerint, és nem tartoztak a veszprémi püspök joghatósága alá. Az apát évenként káptalanra hívta őket, lelki segítséget adott nekik. A veszprémi püspök viszont törvénytelenül zaklatja őket és társaikat. 1327-ben Kolon, Magyaród és Tolc tizedét, amit az apátság a kőszegi Henrik fiak segítségével 20 évig birtokolt, bírói ítélet alapján vissza kellett adnia a veszprémi káptalannak. Ekkor apátja Henrik volt, majd 1327-1328 években György nevű apátjáról tudunk. 1335-ben Zalavár határában említik a mellette elvonuló hadi nagyút elnevezésű utat. 1341-ben Nagybőjt idején tűz pusztította az apátság okleveleit. Az esztergomi káptalan ugyanazon év szeptember 15-re keltezett, hamis oklevele szerint éjjel égő gyertya esett a sekrestés ágyára, és a tűzben sok istentiszteletre szolgáló tárgyal együtt a monostor oklevele is elhamvadtak. Közöttük pápai bullákkal és a szent királyok és utódaik pecsétjeivel ellátott kiváltságlevelek is. A tűzvész ténye első Lajos király két levele alapján biztosra vehető. Az 1341. évi tűzvész előtti időből alig egy-két oklevél említi az apátságot, az utána következő években viszont legalább 130. Ezeket nagyobb részt a Zala megyei levéltár őrzi. Feltűnő a pápai privilégiumok teljes hiánya. János 1339-től 1342-ig volt apátja, aki 1342-ben részt vett a visegrádi káptalanon. Péter 1366-tól 1368-ig volt az apátja, aki részt vesz az 1366-os magyaródi káptalanon. 1398-tól 1400-ig György boszniai püspök élvezte több-kevesebb, de inkább kevesebb eredménnyel a zalavári apátság javadalmait, ekkor apátja Péter volt. A 15. században a monasztikus intézmények élére a király vagy a pápa legtöbbször kormányzókat, kommendátorokat állított, akik időnként más rendek szerzetesei, de a legtöbb esetben világi papok voltak, ezért Zalavár a század végétől egészen a pusztulásig kommendátorok kezelésében volt. Benzigualdo András kommendátor 1408-ban, 1427-től 1430-ig András szerzetes irányította, és Zsigmond királytól 1427-ben Zalavár országos vásártartásra nyert jogot, emiatt a mezővárosok közé sorolható. Pál gubernátor
argesi püspök 1439-től 1448-ig irányította az apátságot. Az 1440-es évekre a monostort megerődítik. Az 1420 körül védelmi célokra átalakított bazilika mint erősség 1442-ben a Rozgonyi családé. Zalavár János apátja 1449-ben az apátok szekszárdi gyűlésén vett részt. Ezt követően Mihály milkói püspök gubernátor 1471, majd Mátyás király udvari orvosa, Aquileiai Angelus kommendátor 1474-ig volt az apátja, 1474-ben az apátságnak 35 jobbágy portája volt. Telekdi Oroszlános János pécsi kanonok 1476-1478 években és Leontius János gubernátor 1479-ig irányította. 1482-ben Bátori István országbíró familiárisainak Bese Lukács és Nagy János békavári várnagyoknak embere egy éjjel megtámadta Almási Gergely zalavári kúriáját. Emiatt és számos más hatalmaskodás miatt Mátyás zalavári apát, aki 1482-től 1484-ig volt apátja, elégtételt követelt. Nem valószínű, hogy az oklevélben említett kúria azonos lenne a Récéskuton feltárt udvarházzal, ugyanis az utóbbi sokkal jelentősebbnek tűnik annál, hogy az apátság megkockáztatná, hogy közvetlen szomszédságában, ráadásul a saját földjén egy nemesnek erődített lakóhelye legyen. Kemendi László vasvári prépost 1490-től 1492-ig és István 1500-ig volt vezetője. A középkor folyamán Zalavár végig az apátság birtoka maradt. A magyarországi bencés apátságok közül jövedelmét tekintve a 15. században a harmadik helyen állt a zobori és a tapolcai után. A 15. században újból átalakították a Récéskuti bazilikát. Ezekből az építésekből származik a nyugati toronypár falainak alsó része és a déli toronyhoz csatlakozó külső toldalék. 1508-ban Turzó Gergely, aki 1512-ig volt az apátja, a bátai apáttal együtt elvégezte 17 bencés monostor vizitációját. 1512-ben Zalavár is tagja lett a bencés apátságok szövetségének, Tolnai Máté pannonhalmi főapát elnöklete alatt. Apátja 1515-ben részt vesz a pannonhalmi káptalanon, aki Kapornai Miklós soloni püspök volt 1514-től 1524-ig. Ezt követően Nádasdi Tamás gubernátor 1526-tól 1532-ig és Mezőlaki Ferenc 1553-tól 1568-ig volt apátja. 1560-ban 4, 1568-ban 5 tagja volt a konventnek. A 16. század közepén Nádasdi Tamás nádor, az apátság kormányzója további védműveket épített. 1575-ben a szerzetesek elhagyják, és szerepe a török közeledésére végvárrá fejlődött. Ezt követően, mint apátság, már lakatlan, az épület együttes magyar kézen lévő végvárként 1702-ig áll, ekkor első Lipót császár parancsára felrobbantják. Összefoglalva elmondható, hogy a 14. század végén a zalavári monostor mellett a Récéskuti bazilikával egy udvarház épült, amely valamikor a 16. század elején pusztulhatott el. Az udvarház leginkább a zalavári uradalom gazdasági központja lehetett, elválasztva ezt a monostor hiteles helyi tevékenységétől, de az éppen erre járó kommendátorok ideiglenes tartózkodási helyeként is szolgálhatott. Zalavárat G. Turcó olasz hadmérnök felvételi rajzairól ismerjük. A Récéskuti bazilika alapjait 1946-ban találták meg. A bazilika falai az ásatásból elég alacsonyan kerültek elő, ezért egységesen felmagasították őket, majd az így kialakított, de erősen szétfagyott romot 1960-ban az OMF konzerváltatta. Érdekes lelet a három összeillő darabból álló ajtószárkő, amit márványszerű, kemény mészkőből faragtak, és az Itáliában is kedvelt fonatkör mintával díszítették. Oldallapján egy 11. században odavésett latin nyelvi felirat olvasható. Aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik.